kívánok, köszöntöm Önöket, ez az Estistart. Offshore bíróságok, élelmiszer, terrorista cégek, hormonkezelt marha és klónozott csirke. Így látja Szél Bernadette az Uniót, ha az USA-val létrejön a szabadkereskedelmi megállapodás. Olcsóbb élelmiszerekkel, szabadpiaccal, munkahelyteremtéssel és a magyar termékek könnyebb tengeren túli értékesítésével csábít a Pro-oldal, míg vegyszerezett, génmanipulált, rossz minőségű amerikai dömpingkajákkal munkahelyek tönkretételével. Hát ezzel jogot a kontra oldal. Na, stúdióban köszöntöm Szél Bernadettet, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elkezdődött? Hát évek óta nem volt olyan, hogy ellenzéki javaslatot tárgyaljon a parlament. Mi alakult úgy, amire számított, és úgy alakult, ahogy ön szerette volna? A mai nap? Igazából én azt vártam volna, hogy bár lehet, hogy én vagyok mindig naiv a Fidesz-szel kapcsolatban, hogy ha arról van szó, hogy a nemzeti szuverenitás kerül szóba, akkor így egy konkrét kiállást látunk tőlük. Ez ma sem történt meg így a TTIP-pel kapcsolatban. Viszont annak örülök, hogy órákon keresztül ez téma volt a magyar parlamentben, és gyakorlatilag minden politikai formáció lehetőséget kapott arra, hogy elmondja, hogy mi a véleménye erről a szabadkereskedelmi egyezményről, ami, mint a vitában is elhangzott, jóval több, mint egy szabadkereskedelmi egyezmény. De amiről szól, mert ezek a kijelentései, amiket posztolt legalábbis a közösségi, ezek elég kemények. Hormonkezelt, hát beengedik ezeket. Én egyébként szándékosan is voltam ennyire kemény ezekkel a kifejezésekkel, mert hogy azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, ami most történhet, az az, hogyha nem veszünk tudomást arról, hogy ez a színfalak mögött zajlik. És ugye ennek van egy testvére is, a CETA, amit viszont Kanadával költ az Európai Unió, és az már júliusban elkezdődhet a ratifikációja, és abból se származik semmi jó ezeknek az országoknak, akik az Európai Unióban tagok, és nekünk, akik a periférián vagyunk még az Unióban is, nekünk annál rosszabb a helyzetünk. Tehát azt gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor a magyar állampolgároknak azt kell mondani, hogy fel kell tenni a kérdés, hogy mit csinál egész pontosan az a Fidesz kormány, aki azt mondta, hogy megvéd minket és a nemzeti szuverenitást, mert láthatóan lapít, és ma a vitában is lapítottak egyébként. De ezt akartam kérdezni, milyen álláspontok cseréltek gazdán? Hát gyakorlatilag a Fidesz-KDNP egy olyan állásponton van, hogy a vörös vonal, ezt így mondták, az a GMO-mentesség, de egyébként meg amikor elmondtuk nekik, hogy már a tárgyalások is veszélyeztetik az Európai Uniós polgároknak az egészségét, akkor azt mondták, hogy azért egy kicsi ország vagyunk, aki nyitott, és ráadásul az export nekünk nagyon fontos, úgyhogy azért még tárgyalgassunk egy kicsit, hogy miről szól, mi jöhet ki nekünk ebből jó ebből a történetből, és erre mondtuk azt elég sokan ott ellenzékben, hogy ha van valami, amiről biztosan tudjuk, hogy a mi gazdaságunknak és a mi társadalmunknak rossz, akkor miért is tárgyalunk, miért nem állunk fel az asztaltól, már csak azért is érdekes ez, mert hogy elvileg a Fidesznek, ha tartaná magát a Fidesz a saját értékrendjéhez, amihez régen talán még tartotta magát, akkor őnek kellene lenni annak az egész Európai Unióban, azt mondja, hogy a viszontlátásra mi ebből köszönjük, nem kérünk, nekünk fontosabb a magyar emberek munkahelye, egészsége, a közszolgáltatások és még sok minden más, amihez mi ragaszkodunk. De Szijjártó Péter pont ezeket én leírtam. A magyar gazdaság nyitott és exportorientált, munkahelyteremtés erősíti a magyar gazdaságot, akkor most kinéz más? Hát a helyzet az az, hogy maga a tárgyalások is titkosak, és ami kikerültek onnan, kiszivárogtak anyagok, azok egyértelműen megmutatják azt, hogy már a tárgyalások folytatása is káros nekünk, mert például van 6 olyan anyag, amit bizonyítottan, tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy rosszat tesz a hormonrendszerünknek, rákkeltő hatása is van egyébként. De gondolom, és piperet cikkekben vannak ezek különböző ilyen endokrin zavarokat okozó szerek, és hogy ezeket a bizottság azért nem tiltja be, mert attól tartanak, hogy félnek attól, hogy ezeket a tárgyalásokat veszélyezteti az Egyesült Államokkal. Ami kutatások elkészültek, azok egyértelműen azt mutatják, hogy nem ugye a GDP-be a növekedés az maximum 0,1% lenne, de egyébként a másik oldalon ott van a mínusz 0,5%, csak ugye ezt már nem kommunikálja a kormány, mert hogyha ezeket elmondaná, tehát a teljes információ tartományán játszana, és azt kitenni az asztalra, akkor az lenne a következtetés, hogy fel kell állni a tárgyalóasztaltól. De sok helyen utcára vonulnak az emberek Németországban is, és tűnteknek. Jól teszik. A magyar emberek nem tudják ennek a mikéntjét, vagy hogy miről van szó pontosan, vagy miért nem lehet erről hallani? Én azt tudom, hogy Magyarországon annyira botrányos a politika, és minden napra jut nekünk valami, tényleg a Matolcsitól elkezdve folyamatosan borzolják a kedélyeinket, hogy ebben a hírfolyamban kvázi elveszik az, hogy itt sutyomban hátunk mögött mennek ilyen tárgyalások, és azért is volt fontos, hogy például a természetvédő civilek kiálltak a Kossuth térre ezzel a nagy trójai falóval, és ott megjelentünk mi is politikusok, és elmondhattuk az érveinket. Vagy például egy LMP-s kezdeményezésre, ugye ma több órán keresztül ez téma volt a parlamentben, és én is azért tudósítottam erről az eseményről,
erről olyan lelkesen. Igen, mert hogy azt gondolom, hogy fel kell kapni a fejünket, mert amiről én blogoltam, ez tényleg így van, hogy vannak ezek a science fictionok, ahol egy nagy vállalatok irányítják a világot, és mi emberek ott dolgozhatunk rossz pénzért, és pár embernek jó, és nagyon soknak meg rossz, ami történik. Hát ezek az egyezmények pontosan erről szólnak. A végeredményre kíváncsi leszek, még egy témát fel kell hozni. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan élték meg bent a parlamentben. Tényleg igaz az, a Magyar Nemzet szerint igaz, hogy összecsap Lázár János és Pintér Sándor? Tehát, hogy mi az, amiért hadakoznak? Mi a cél? Kinek mi az érdeke? Hát nyilván nekem nincsenek első kézből információm, se Pintér Sándorral, se Lázár Jánossal nem beszéltem erről, de alapvetően mi úgy mondtuk azt, hogy támogatjuk ezt a csomagot, hogyha azt a fajta torz rendszert, ami már most van, már most túlzottan széttagolta a Pintér csomagot, ami gyakorlatilag Magyarországot felvértezné ezzel a modern terrorizmus elleni harccal kapcsolatban. Tehát végülis ebből egy jó csomag jött ki, csak így az utolsó pillanatban, ha jól értem, azt történhetett, hogy Lázár János bejelentkezett, hogy akkor ő is kér ebből valamit, és ugye ez a TIBEC, tehát ez a bizonyos koordinációs testület lenne, ami, vagy szervezet lenne, ami a hírek szerint, hogy mondjam, erre fájna a foga. Na most ezzel az a probléma túl a személyeken, tehát most azzal nem is kell foglalkoznunk, hogy egy ilyen témában, mint a terror elleni küzdelem, a széttagoltságnak nincsen értelme. Tehát értem én, hogy ha mondjuk Lázár és Rogán veszekszik egymással, akkor a miniszterelnök úr azt mondja, hogy akkor Rogán kap egy propaganda minisztériumot, a Lázárnak meg ott a miniszterelnökség, és akkor így megoldja ezt a kérdést. De ha terrorellenes küzdelemről beszélünk, ott ilyen cicaharcok gyakorlatilag nem játszhatnak szerepet, mert Magyarországnak a biztonsága, tehát a magyar emberek biztonsága. Tehát ha az a racionalitás, hogy van egy koordinációs központ, ahol minden adat bemegy, ami arról szól, hogy gyakorlatilag a terrorellenes küzdelemben bármiféle relevanciája van, azt nem lehet leválasztani olyan szervektől, akikkel együtt kell működni, és nem lehet más fennhatósággal lehelyezni, mert ez egy kicsit olyan, mint a sugdosós játék, hogyha sok embernek adják tovább az információt, a végén torzul. Tehát ezért kell arra törekedni, hogy akiknek azzal az adattal dolguk van, az lehetőleg egy kézbe legyen. Én ezért sem értettem, hogy anno Lázár Jánosban miért kapta meg az információs hivatalt. Teljesen logikus. De miért van erre szüksége egyiknek másiknak? Ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy miért játszanak ezzel a történettel, ha játszanak, de ugye sajtóhírek szerint innen fúj a szél. Az biztos, hogy mi leszögeztük, hogy ha ez a játéktér, tehát hogy ez egyáltalán játszma tárgya lehet, hogy ki a TIBEC, akkor inkább tényleg lépjünk vissza. De kinek a felügyelet alá fog tartozni? Azt mondták, hogy a BM alá. Akkor tehát aláírják? Egyébként, ha más alá, akkor nem? Nézze, tehát ez úgy működik, hogy gyakorlatilag a koordinációnak akkor van értelme, hogyha a struktúrában jó helyen van. Hogyha elkezdik ezt szétdarabolni, az egy nemzetbiztonsági kockázat. Hát mit bűvelt akkor a Fidesz, amikor ugye mi annó még koratavasszal nem támogattuk az ő teljesen agyament szerintem elképzeléseiket arról, hogy hogyan kellene itt a terrorizmus ellen küzdeni. Arra mondtuk, hogy Ibizáról üzenget Habony Árpád a magyar embereknek, és gyakorlatilag egy kampányt csináltak az ellenzék ellen azzal kapcsolatban, hogy miért nem vagyunk hajlandók együttműködni velük. Most egy olyan helyzet van, hogy minden ellenzéki párt gyakorlatilag deklarálta azt, hogy erre szükség van, ez fontos, és akkor menjünk előre ezen az úton, mert a magyar embereknek a biztonsága ezt kívánja, és ők az utolsó pillanatban fogták magukat, és azt mondták, hogy kirángatják a helyéről ezt a TIBEC nevű helyet, és megosztják, vagy máshová teszik a struktúrában. Hát így viszont az nem tudja ellátni a funkcióját, ez vele a probléma. Innentől elkezdve én azt gondolom, hogy most akkor mi milyen kampányt csinálhatnánk, ha ők annó irányúba, az ellenzék irányába ilyen kampányt csináltak. Hát azt gondolom, hogy itt le kellene állni ezzel a történettel a kormány részéről, és el kellene fogadni azt, hogy a terrorizmus ellen úgy lehet hatékonyan küzdeni, hogyha centralizáljuk ezt az egész kérdést. Szia Bernadett, köszönöm, hogy elfogadtál a kívásunkat. Én is köszönöm.